Így néz ki a tervezett multifunkcionális sportlétesítmény a látványterveken, aminek a kosárpályán kívül része még egy 6 pályás, 25 méteres uszoda és tanmedence mellett egy 4 pályából álló tekepálya, valamint egy sportlőtér is. Pintér Szilárd polgármester a Magyar Úszószövetséggel egyeztetett Dombóváron, majd megnézték a helyszínt, az 1973-ban épült Farkas Attila sportuszodát. Ide már a Magyar Úszószövetség elnökségi tagjaként tért vissza Rózsa Norbert, olimpiai bajnok úszó, akinek egykor innen indult a pályafutása, erre tábla emlékeztet ma mindenkit az épület falán. Alapvetően én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy minden gyermek tanuljon megúszni. Hogyha éppen arra gondolunk, hogy elmegyünk nyaralni a családdal tengerpartra, vagy csak éppen egy vízbiztonságot szerezzen meg a minden kisgyerek, akkor azt gondolom, hogy ez az alapja mindennek. És aztán, hogy kiből lesz élsportoló, kiből nem, azt meg mindenki eldönti, és mindenki tudni fogja és érzi, ő is, meg a családja is. Ma is rengetegen választják az úszás Dombóváron, 130 versenyzője van a Városi Egyesületnek, de az iskolásokkal és óvodásokkal együtt a tervek szerint több mint 500 gyerek tud majd rendszeresen úszni tanulni. A város polgárait is rekreációban, mindennapi sportolás kapcsán is tudja segíteni egészségük megőrzésében, és végre a város megérdemelten egy olyan úszodát fog kapni, ami korszerű, a mai kor előírásainak, követelményének maximálisan megfelel. A helyszín szerintem szuper. A tervek készen állnak, már csak finom hangolni kell őket. Nagyjából 3 milliárd forintra becsülhető a bekerülési összeg, amihez mindenképp kell állami segítség is. Terveink szerint 2021 második felében ez az építkezés elindulhat, 22 nyarára, illetve talán mire elindul az oktatási év, talán kész is lehet. Nyilván azt gondolom, hogy ez a 1,5 milliárd forint, ami ma még hiányzik, az egy nagyon tetemes összeg, de továbbra is azt gondolom, hogy a mai biztató szavak után egyre jobban úgy érzem, hogy ezt is meg tudjuk szerezni. Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője szerint nem csak Dombóvárnak, hanem a város környékének is sokat jelentene az új sportkomplexum, ezért ő is támogatja és segíti a megépítését. Nagyon reméljük, hogyha elkészülnek a tervek, az úszószövetség ezt támogatni fogja, illetve ez majd a kormány elé kerül, akkor a kormány ezt támogatja, és a finanszírozásra is lehetőséget ad a városnak. Addig is lobbizni kell a forrásokért, és a kiviteli terveknek is el kell készülniük, valamint az építkezésre is idő kell. A mostani elképzelések szerint jó esetben már 2022-ben elkészülhet, és átadhatják Dombóváron az új multifunkcionális sportlétesítményt.